neuropátia az idegkárosodást jelent, sokféle ok miatt létrejöhet neuropátia, például egy idegsérülés következtében, egy műtét vagy egy baleset kapcsán, metabolikus károsodás, mint például cukorbetegség, gyógyszerek, mint például a kemoterápiás citosztatikus jellegű szerek, úgyhogy attól függően, hogy milyen úton, módon jön létre idegkárosodás, ettől függően változik a klinikai megjelenése az idegi eredetű, azaz neuropátiás fájdalomnak, és ami a klinikumban a fő probléma, hogy ez a jelenlegi terápiás eszközökkel, gyógyszerekkel nem kezelhető, vagy csak nagyon-nagyon nehezen kezelhető. A Pécsi Tudományegyetemen számos olyan kutatás zajlik, melyből végül szabadalom is lehet. Az egyik ilyen a Szentágotai János Kutatóközpontban folyó kutatás a neuropátiás fájdalmak kezelésére való gyógyszer kifejlesztésére irányul. A kutatásunk jelentős részben ennek a neuropátiás idegi eredetű fájdalomnak, krónikus, tehát hosszan fennálló fájdalomnak a kezelési megoldásaira irányulnak. Több évtizeddel dolgozunk a témába, alapkutatásból indultunk, a Szolcsányi professzor kapszaicin kutatásaira alapozva. Jelenleg két fő projektünk van ennek a megoldási lehetőségére, mind a kettőre szabadalmak épülnek, az egyikre egy, a másikra kettő szabadalom. Ez utóbbi már egy olyan útvonalat céloz meg, ami egy előre haladott állapotban áll a preklinikai fejlesztésbe. Ha minden jól megy, akkor nyáron fázis 1, tehát klinikai beteganyagon, egészséges önkénteseken történő tesztelése megkezdődhet ennek a szernek, és erre már ipari fejlesztési partnerünk is van. A Természettudományi Kar Fizikai Intézete nemzetközi szinten is meghatározó szerepet tölt be az extrém nagy energiájú terahertzes sugárforrások kifejlesztésével kapcsolatos kutatásokban. A hadronterápia, azaz a rákos sejtek nagy energiájú ionokkal történő elpusztítása jelenleg olyan iongyorsító berendezésekkel történik, amelyek bonyolult felépítésűek, működésük rendkívül költséges. A legígéretesebb alkalmazás, ami nincsen ugyan karnyújtásnyi távolságban, de nem is az álmok világába tartozik, az az, hogy nem elektronokat, amelyek könnyű részecskék, hanem ennél sokkal nehezebb részecskéket, mint a protonokat, vagy esetleg könnyű ionokat gyorsítani. Ezek ugyanis a legfontosabb, legígéretesebb jelöltek a rák kezelésére. Ugyanis a többi rákkezelő sugárzás, vagy részecskebesugárzás, az nem lokalizálható pontosan, hogy az emberi szervezet mely részén fog majd elnyelődni. Ezzel szemben, hogyha nagyon nehéz részecskéket tudna az ember felgyorsítani, úgyhogy be tudjanak hatolni 10-15 centire az emberi testbe, akkor ezt lényegében milliméter pontosan meg lehet mondani, hogy hol fog elnyelődni. Tehát sem az előtte, sem a mögötte lévő szövetek nem károsodnak. Ezeknek a kutatásoknak és az egyetemhez köthető összesen 161 szabadalomnak köszönhetően a Pécsi Tudományegyetem rendelkezik 2020-ban a Richter és az Aegis mellett a hazai székhelyi jogosultak közül a legtöbb magyarországi hatályosított európai szabadalommal. Nagy örömünkre és meglepetésünkre jelent meg a világgazdaságban az elmúlt napokban egy beszámoló arról, hogy a hazai székhelyű intézményeknél, cégeknél hogy is állunk az európai szabadalmak tekintetében. És hát ugye azt látni kell, hogy a nagy gyógyszergyárak hagyományosan élen járnak a szabadalmak tekintetében, viszont a Richter és az Aegis mellett a Pécsi Tudományegyetem a harmadik, amelyik intézménynek a legnagyobb számú európai szabadalma van. A hazai egyetemek sorában a PTE az elsők között ismerte fel, hogy kutatási, fejlesztési kapacitásainak, kutatási eredményeinek tudatos kezelése, azok megóvása és piaci hasznosítása érdekében szükséges egy önálló szervezeti egység létrehozása. A kutatás hasznosítási és technológia transfer főosztály feladata, hogy az egyetem tudásbázisát hatékonyan bekapcsolja az innovációs folyamatokba, ezáltal a kutatásfejlesztési eredmények, találmányok, a gazdaság és a társadalom számára hasznosíthatóvá váljanak. 2005 óta már van egy szabályzása is az egyetemnek a szellemi tulajdon kezelésére. Azt hiszem, hogy ez a kollégák számára is nagyon kedvező, hiszen a költségeket alapvetően az egyetem állja, viszont a bevételekből a kutatók is hasznosulnak, illetve hát az elmúlt években kiírtuk az úgynevezett Proof of Principle vagy Proof of Concept pályázatokat, ahol tulajdonképpen belső pályázat útján az egyetem kutatói akár 7 millió forintos támogatást is elnyerhetnek olyan ötletek megvalósítására, amelyben látunk valami piaci lehetőséget, vagy esetleg cégek érdeklődnek ezek iránt, és
hát most már látjuk azt, hogy tényleg ez egy sikertörténet, mert számos olyan találmányunk van, amely után komoly ipari érdeklődés is mutatkozik. A Pécsi Tudományegyetem 2005 óta nagy hangsúlyt fektet az itt születő szellemi alkotások felkutatására, védelmére és azok piacra segítésére. Ezek nagy része találmány, vagy olyan oltalomképes szellemi alkotás, amelyek iparjogvédelmi oltalmát az intézmény biztosítja és fedezi.